Na hello, szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő Swammer Days to Die insane nehézségű fokozatos videóval, reméljük nem fogunk leesni. Aztán akkor verjük neki gyerekek, egyébként ezzel a létrával nem vagyok kibékülve. Én annyira félek, hogy itt le fogok esni, de jaj. Jó, menjünk gyorsan. Jöttek kommentek, mindjárt fogunk róla beszélni, az a lényeg, hogy most már halleluja. Rögge van, úgyhogy verethetjük neki, mint a veres egyházi. Igen, érdekes kommentek jöttek. Ne. Már valaki támadásból öndült egyből. Figyelj, ó, már megint kezdődik, ugyanott tartunk, mint ezelőtt. Jaj, ne, mit csinálsz? Haver, szálljál le onnan, elcsalom, és menni fogok, nem fogok szórakozni. Figyeljetek, mit kell csinálni? Jaj, küldetésünk van, ugye gyerekek, küldetésünk van. Csapjuk neki, mint az őrült, éjszaka nem történt semmi, hál' Isten egyébként, látjátok, hogy alattunk volt egy zombi, de mégse támadtak be. Elhoztam egyébként a csavarkulcsot, mert hogyha úgy van, akkor föl tudjuk, meg tudjuk azt oldani, ugye, hogy szét tudjuk szedni a járműveket, és az igazából el tudjuk adni, bár akkor az a baj, hogy túl leszünk terhelve, úgyhogy valószínűleg, hogy egy külön túra keretében fogjuk ezt megcsinálni. Oké, gyerekek, most tusoltam, egy kicsit veres a fejem. Jó, oké, nézzük meg, hogy milyen küldetést, mit kell csinálnunk, aztán akkor valami lesz majd. Hál' Isten, hajnali 4 van, már nem futnak a zombik, ez nekem már egy öröm és boldogság. A küldetésekre kellene minél jobban ráfüggeni, hogy minél több XP-nk legyen, és minél több pertpontunk, meg minél több pénzünk, ugye igazából ezekkel kellene itt vinkorni. Figyeljetek, hogyha veszélyes környéken járunk, ne felejtsem el, hogy inkább akkor izében járjak, gyerekek. Inkább fögyverrel. Bassza, ez mi volt? Futottam? Futás? Néha be lehet kapcsolni, hogy ilyen always run legyen. Csak ezt nem tudom, hogy ez hogy sikerül néha bekapcsolni. Ez miért került ilyen hamar ide? Azt a rohadt élet! Ne! Megint fut! A rohadt életben, jaj ne! Meghalok a legelején, annak nem fogunk örülni. A fene essen bele, basszus! Ó, hogy ezek mindig rohannak, gyerekek! Jó. Meg volt. Komoly dolgok ezek, bazzik. Nagyon kell figyelnem, hát meg fogok dögleni. Keeper, hát nyugodjál meg, szépen okosan csináld a dolgokat. Zseblámpázunk egy kicsit, meg lopakodjunk, meg minden, úristen, hát el se kezdődik a küldetés, azt megdöglök. Ah, gyerekek. Úristen, 96 HP-m van. Jó van, figyeljetek, lehet, hogy kellene enni valamit. Valami jó, melyik volt egy ilyen 31-es kajám, és az ad majd. Buffot is, meg minden. Na várjatok, merre kellene menni, mert ugye elvileg ez mutatja, hogy ezen kéne fölmászni, ezen tudok mászni, ezen a valamin. Ha érdekes, lol, ez ilyen létrának számító tárgy. Figyelni kellene mindenre, bazze. Főleg a madarakra. Kéne lopakodni, de viszont valamilyen szinten gyorsnak kell lenni. Na, hát ez egy akkora csapda, gyerekek, hogy azt ilyekkora... Jaj, nem hoztam izét, nem hoztam blokkot. Gyerekek, itt meg leszünk csezve, úgy érzem, várjál. Azt nézem, hogy merre lehetne valami menekül... Kaptam kommenteket és írtátok, hogy menekülési út mindenképpen legyen, hogyha így játszok, mert nagyon-nagyon csúnya világ lesz. Figyeljetek, kell nekem fa néhány darab. Aztán abból tudnák akkor egy-két... blokkot, frame-et csinálni, hogy akkor azon fel tudok mászni, hogyha nagyon úgy van. Aha. Várja, nyitva van. Jó, akkor ez nyitva van. Oké. Okay. Be voltam szarva, hogy nem tudok kimenni, de úgy látom, hogy ez nyitva van. Akkor ezt ki is nyitjuk, és lemegyünk, jó? Aha. Táskát kell megszerezni itt, ugye? Rohadt sötét van. A fákját azt ott hagytam, ugye? Jó, egyelőre ugye mindent is szerünk, arról volt szó. Egyébként, hogyha nem clear zombi van, akkor nem fogja mutatni nekem az ellenségeket? A mapon? Oké, 2 lockpick az nagyon jó. Hát itt most mindent lootolni kell, gyerekek. Itt most mindent lootolni kell. Ez meg zárva van. Érdekes, ide kellett leesni, biztos vagyunk ebben? Valami csinobli van. De lehet, hogy én fogom, azt kinyitom az ajtót, hogy kiverem az ajtókat.
Aztán így fogok közlekedni azután. Mert ezt is mondtátok, hogy nyugodtan verjem ki az ajtókat, mert így nekem ez sokkal jobb lesz. Nem valami barátságos ez az épület. Ha ott van, figyelj, de! Hoppa! És futott, bazza, már futott! Nyugszik a beteg! Nyugszik a beteg! Semmi probléma, gyerekek. Jó, ezzel kinyithatta volna az ajtót. Csak hát ugye belülről. Lopakodási lesz. Mindenképp valami sunyulós és skilleket kell majd unlockolgatnunk. Ugye törmelékre nem szabad rávenni. Majd rá kéne mennem a lootra, nem? Vagy nem a lootra, hanem a küldetésre. Ott van egy csaj. Jó. A probléma, figyeld. Nem tudom, nincs-e több. Hoppá, ez hova tűnt? Aha. Jó. Meg volt, oké. Próbálunk gyorsan menni, higgyétek el, bocsánat. És közben mindent is lootoljuk. Lehet, hogy csinálok ide nekem magamnak egy vészkijáratot. Még egyet, jó? Inkább legyen biztonságos a dolog. Ja, hogy itt ez a izé? Aha, jó. Ez a garázs. Az már ki van lootolva, ugye? Kaja! Nem ártana csont. Az a baj, túl vagyunk terhelve, meg kellene nézni, hogy mi az, ami abszolút nem kell, vagy nem tudom. Ugye jó lenne csinálni ezeket a küldetéseket, mert akkor például biciklit is unlockolnánk. Közlekedés szempontjából tök jó lenne. De erre nem látok semmit, jó egyelőre. Aha, itt lehet fölmenni, itt egy nyílvessző. Tök jó, hogy a nyílvesszőket az vissza tudod nyerni, ha úgy van. Látom, itt nincs is semmi, jó, oké. Megyünk föl. Fent is van ugye a szapli, amit össze kell szednünk. És valószínű, hogy... Ugorj már föl, testvére. Valószínű ki kell menni. Jó, oké, semmi gond, gyerekek, minden szuper, eddig kezelem a dolgot. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy a francnak mész ilyen lassan, de higgyétek el, hogy nem kellene meghalnunk. Valamilyen szinten egy célkitűzés számomra az, hogy oké, hogyha nem is azt csináljuk, hogy permadít lesz, de ilyen, hát most lehet, hogy hülye hangzik, de ilyen presztízs értékű lenne számomra, hogyha nem döglenék meg. Jó, van fám, 2 darab szenem, igazából figyelj, ezt leszkreppelem, ezt a homokot meg kidobom szerintem. Bár ugye az is eladható, hát azért annyira ne legyünk túl terhelve, itt meg van ilyen, ezt meg... Okosba, okosba gyerekek, hallom, ahogy nyöszörögnek. Oké. Okay. Elfogyott a lőszerünk egyébként, a nyílvessző. Viszont elég jók vagyunk. Az a snake damage nagyon jó, úgyhogy erre rá... Snake damage, nem tudom, azt hiszem, hogy ez a baseball ütővel is, de viszont késsel van. Ó. 5,5-ös snake damage, gyerekek, alapbeállításon. Ami tudjátok, hogy mit jelent. Hogy meg lehetne csinálni azt, hogy késre kellene rámenni, mert nagyon jó damage-t ad. Vagy macsétára. Ha. Oké. No probléma, minden jó eddig.
Snékelni lenne jó, snékelni lenne jó, csak ugye kellene a skill pod. Nem látok semmit. Ennyire szerintem nem utoltam még ebbe a játék. Ah, itt van, jól van. Viszont a fölútra azért jól lehetne rávenni, bár valószínűleg, hogy lesznek. De hol? Aha, fönt lesz a fölút, jó. De vagy már 8-as túlterheltségem van. Minden szart fölveszek, de hát... Bírja ki az ember, hogy ne vegye fel, ugye? De baj, létrán nincsen steak. Gyerekek. Figyeljetek, tuti, hogy fönn vannak. Itt lehet, hogy menekülési lesz. Vagy pedig snake-be. Nem nyírjuk ki őket. Ah, vagy mögötte van. Jó. Snake-eljünk egyet. Ha. Jó. Ez tudja, hogy skriptelt esemény volt. Ez baromi nehéz! Nincs semmi... Semmi gyógyszerem, gyerekek. Hol vannak? Úgy, de nagyon nem... Muszáj, bazd, mert megdöglök. Tizenki lesz HP-ba, bassza meg! Soha, és még égni kéne ketten. És futnak. Nagyon messze voltak. Azt hittem, hogy... Ez lehet, hogy megvolt. Túl vagyok terhelve, nagyon gyerekek. Ó, jaj, lesik itt tósok! Sikítósokat próbáljuk meg elkerülni. Robert, két sikítos. Ja, gyerekek, szedjük össze magunkat, nyugi. Majdnem meghaltunk. Ó, mindig elfelejtem, hogy olyan nehéz, az nagyon nehéz, gyerekek, nagyon nehéz. Böszme nehéz, gyerekek, nem hiszitek el, hogy mennyire, nagyon nehéz. Azért visszajövünk, de ez nem állapot, hogy ez így döglődünk. Már itt kéne arról csinálni, tudok csinálni most már. Kettő sikítós ott ment, még nem túl baráti dolog. Hát ezt a kaját lehet, hogy meg kéne ennem egyébként, mert ez adna egy csomó HP-t, úgyhogy nem szívesed, de megeszem, buszáj lesz, gyerekek. Jó. Sikítósok, nem tudom, hogy hova vettek. Aha, valahol nyer itt. Nem hiszem el, bazze, hogy
Kettő sikítós még ide jött nekem, hallod, itt azok brutálisan nehezek. Jaj, bassz, 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 bassz. Ott van az egyik. Bemegy a házba, bassz! Nehogy jól érezd magad. De ide, hogyha beszpórol nekem egy csomó zombit, az nem lesz jó. Jó, egy kicsit HP-zunk. Nem tudom, hol a másik. Ketten voltak, az egyik az bement a házba. Miért? Azt el kellett volna találnom. De ezt is el kellett volna, és sikogat bazze. Miért? De... Nem jól működik ez a hitbox. És még föl. És most komolyan megint sikított. Nem hiszem el. Meg vagyunk fertőződve. Szerintem gyerekek, ez a hitbox rendszer. Nem jó ebben a játékban, vagy ennyire rosszul céloznék. Nincs lőszerünk, úgyhogy... Há, semmi lőszerünk nincs. Nagyon elcsesztük. Gyerekek, és ott jövök ide egy zombi, megőrülök, komolyan mondom. Nem tudom, valamit ki kéne erre találni, hogy lerázom őket, vagy valami. És folyamatosan sikít, jó, ez nem lesz jó, gyerekek. Megjelöljük ezt a helyet. Visszavagyunk a trailerhez, és ide visszajövünk. Nem tudom, talán eloszlanak, vagy valami. Ott van a loot, ki van pucolva az épület, ne felejtsük el, gyerekek. Viszont nincs semmi lőszerem semmibe. Rohadt... Ah. Hú, basze! Majdnem meghaltam, majdnem fülbe harap, tört fárom HP-ban. Jó, hogy van healing faktorom. Nincs egy darab skill pontunk, se jó. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Vigyel, visszacsullankodunk, talán nem a házba fognak betelepedni ezek a szerencsétlenek. Aztán valami majd lesz, gyerekek, valami majd lesz. Legalább csináljuk a küldetéseket. Oké, mit szeretnél? Semmi. 9 mm-es lőszer jó lenne. Úgyhogy találnék, gyerekek, 180. Melyik a legdrágább? Az is a legdrágább, úgyhogy az lesz. Oké. Vagy valami, vagy az a baj, eladni se tudok most semmit, mert ott maradtak. Nagyon nem akartam kutatni abba a... Alkatrész. Ja, egy vízgyűjtő is kellene csinálni, úgyhogy azt a műanyagokat egyelőre nem adjuk el. Jó? Muszáj, 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 muszáj. Az nem kell. Ugye valami munkát, tesó. A baj rohadt messze adja őket már. Clear zombi. Oké, meg annyi, hogy esetleg nincsen valami. Kötszer vagy valami, van egy, kell vennem egy mézetbe, de 240-be kerül, mert az összes pénzem elmegy rá. Nem muszáj. Jó, mindegy, ez kellett, gyerekek. Hol van a küldetés? Pont a másik irányba. Figyeljetek, én lehet, hogy azt csinálom, hogy visszamegyek, körülnézünk. Őrület ez az egész, őrület. Megpróbálunk visszamenni, jó? Meg tollat kellene gyűjtenem, reggeteget. Ha ott a sikítos, figyeld. De szerintem ezek eléggé leakadtak. Megyünk egy ilyen körbe, jó? Okosba. Megpróbálunk belopózni, vagy valamit kitalálunk. Nézzük, hol vannak, aztán nem tudom, fölútér, vagy valahogy fel kellene futni.
Max, bezárjuk az ajtót, vagy valamit kéne csinálni, mert azért kellene nekem az aludt gyerekek. Valószínűleg, hogy találnánk benne érdekes dolgokat. Ha lenne lőfegyverem, akkor ugye bele tudnék ebbe lőni például. Oda csalom őket, belelövök, és akkor felrobbannának. Ugye gáztartályokat ki lehetne használni. Itt a sikítós, ne vegyen észre gyerekek, ne vegyen észre. Jó, arra mászkálva. Kettő darab sikítós volt. Az egyik azt hallom, az egyiket hallom. Úgyhogy ez még közelebb van valahol itt. Nem tudom, lehet, hogy beven, lehet, hogy az men, vagy a házban van. Hát ez hihetetlen egyébként, hogy így rácseszek. Majátok? Egy ötletem. Kaptoljuk már le ebből egy 20 darabot. Oké, okay, és akkor ide fölmegyünk az erkére egybe, megnézzük, hogy föl tudunk-e jutni oda. És rohadt gyorsan megpróbáljuk kilutolni a főútat. Szúzunk innen a sap. Aha, én nem tudok ugrani. Jó, hát ez észrevett. Imádkozzatok, hogy ne legyen itt senki. Oké, nincs itt senki, de itt topzódnak. Aha, üti szét valamit. Nem tudom mit, valahogy be akarnak jutni. Megcsinálom azt, hogy kiussak. De ez nem lesz jó, hogyha esetleg beszorulok. Először csinálok egy kiutat. Be fognak támadni, inkább törött lábba meneküljek, csak ne dögöljek meg itt. Sikogat, bazza, jönnek a zombik. Jézus Mária. Ha ott ütik a bejáratot. Föl akarnak jönni, figyelj! Jó, húzzunk ide rákba gyerekek. Ó, menekülés. Jó. Gyerekek! Mi ez, mi ez? Ne, már megint itt törj, ez is bezd meg. Rögölj meg, vagy valami, vagy belemész, jó? Akkor ki tudom ezt utolni gyorsan? Engedd, léci. Jó? Nem marad be semmi. Jó. Figyelj, ezt elvisszük a traderhez mindenképp. Azt a bekár! Hát itt aztán újra kell gondolni a dolgokat, nem? Sikítós van, menekülsz, bazze. Ordít, hallod? Ordít. És az a baj, nem tűnik el. Azt hittem eltűnik. Jó, elmegyünk traderről, leadjuk ezeket az utcokat. Lehet, hogy kell vennünk kaját, vagy bármit. Jó, most már kezdünk rendbe jönni, de figyeljetek. Két-három ütés. Vége. Szétcsapnak minket, mint a szart gyerekek. Itt nem lehet izélni, tökörészni. Közben kellene nézni madárfészkeket. Mert toll is kellene. Az a gond, rengeteg lőszert elpazarolsz így. Ezért nem lenne jó szerintem a folyamatos lövöldözés. Ebbe sincs semmi, ugye azt megcsináltuk, jó. Jó. Madárfészkeket nézzük majd, nem az úton megyünk, vagy nem tudom, valamit kitalálunk erre. Most ezt megúsztuk. Ez rohadtul necces volt. Egyébként kommentekre visszatérve írta valaki, hogy hát ez nagyon belefogtam a lecsóba, mert nem is tudom, írta valaki, hogy 2-3 napig bírta, mert rettenetes lesz az egész. Jó, haver, jó, ez ugye crossbow, akkor nem kell, hát figyelj, ez nekem nem kell, annyira nem jön be az a harci stílus. Shotgun lőszert lehet, hogy nem kéne eladni. Meg figyelj ezeket az egy darab üzéket,
Ezeket az egy darab kacatokat, ezeket lehet, hogy ki fogom szórni. Hoppá, szereztünk egy kis ilyet, ez jó dolog. Cobblestone, vagy semmit nem vesz meg, mindenből ugye több kellene, mondjuk ezt eladom. Meg ezt eladom, meg ezt eladom, meg ezt eladom. Ezeket a magokat eladom, nem valószínű, hogy nekiállok én mostanában kertészkedni. Jó, van vízünk, kajánk van egyébként, az nem rossz. Megnézem mindig a fegyvereket, hát hogyha valami macséta vagy valami ilyesmi lesz, de úgy látom, hogy ezeknél nem nagyon vannak fegyverek gyerekeknél, inkább ilyen izaik vannak túlok között, semmi olyan, amit használhatnék. Jó van, gyerek, ki kell pakolnunk mindenkit, aztán megyünk, csináljuk a küldetést, jó? Nem baj, hogyha regenerálódunk egy picit, mert jó lenne megdögleni, de minél több mindent ki kéne pakolni, a crossbow arrow-t is, ezt is, fákját is. Pénz az maradjon nálunk, az azért annyira revészes. A murky water-t mindenképp, cson nem kell. Se kell, rogy se kell szerintem. Rogyból tudnék kötszert csinálni magamnak, nem? Ja, csak aloe kell, de az meg itt nem lesz. Jó, ez se kell. Ez se kell, ez se kell, ez se kell. Más se kell, mondjuk ez vérzés ellen jó. Az vérzés ellen jó, ezt lehet, hogy elvisszük. Ezeket meg, de jó van, ja, volt herbal antibiotikumom, nem mindegy. Meg van painkillerem, ugye, az is gyógyít. Nem is tudom mennyit. 40 HP-t gyógyít, csak ugye szomjas leszel tőle nagyon. Jó, hát ezt a tisztfát meg akkor visszük. Ja, kellene közben, kimegyünk ezen az oldalon. És kellene szereznem. Nem tudok javítani, jó. Kellene gyűjtenem alapanyagokat, ilyen alapvető alapanyagokat, mint például leginkább. Kellene nekem néhány kő. Hány darab kövünk van? Kellene kő, és akkor tudunk csinálni nyílvesszőt. A nyílvessző azért az egy elég hálás dolog. Kell egy-két kő, kell egy-két fa is, hogy tudjak csinálni nyílvesszőket. Jó, az lesz gyerekek. Közelharc eléggé veszélyes tud lenni, meg az a gond ugye, hogy ezek berédzselnek, elkezdenek futni, ugye, akkor az úgy nem túl hálás dolog. Jó, ezt a fát lehet, hogy kivágom, úgyhogy addig várunk, jó srácok? Meg akkor megjavítgatjuk itt a dolgokat, például ezt is, ezt is, ezt is. Ahhoz meg egy pipe kellene majd. Az a gépfegyver az nagyon jó, de jó lenne egyébként valami pisztolyt vagy valamit találni. Nagyon kellenének lőfegyverek. Hogyha elszabadul a pokol, akkor tudjak valamit készíteni. Vagy csinálni, nem készíteni. Nekem az izék kell, arról kellene. 22-t tudok csinálni, az már egy haladás. Meg be is tárazzuk, jó. Oké, gyerekek. Megyünk, aztán valamit okozunk, jó. Meg ezeket lootoljuk, mint az őrült. Igazából mindent lootolunk, hát ha találunk valami jó dolgot. Meg igazából minden is jó. Stressz az van bőven, nem gyerekek? Azért nem annyira vas nem kell. Ennyi fánk van. Fasz legyen azért. Jó, hagyjál békén, te só. Viszont azt ki kéne ütnöm. Ó, kettő is van. De itt meg szerintem több zombi is van. Rottul kell figyelni a zombikra. Bazen, milyen a nagy hörgések? Az egy zombi ilyen hörgést művel. Jó, hát az ott marad. Na, ez, kell ki, ez a küldetés. És ráadásul clear zombi. Nem, semmi gond. Jó az, semmi baj, nincs vele. Közben ilyen fészkeket próbálok találni. Nagyon látok. Jó, ez viszont jó lesz. Lehet, hogy lopakodásba kéne ilyenkor már váltanom. Nem találtam mézet. De találtam, bazen nagy mákar vagyok. Például ugye, hogyha lönne lőfegyverem, oda csalnám a zombikat a gáztartályhoz, azt fel tudnám robbantani, csak nincsen, basszus. Ugye íjjal hiába lövöm meg, nem fog felrobbanni, gondolom én.
sört biztos. Hát jól, megpróbáljuk, megcsináljuk ezt, gyerekek. Kis a tó is van itt, pidd ebbe a sze. Kellene műanyag jó sok. Várjátok, csinálunk egy dupla lutot. Ugye úgy működik, hogy kilutolod. Elindítod, kilutolod. Kicsit trükkösek voltunk, így jó. Na figyeljetek, nem tudom, hol tudunk bemenni, mindjárt meglátjuk. Itt egy madárfészek. Aztán csinálok még nyílvesszőt, addig kraftolódjon. Craft, oké, jó gyerekek, mennyi van? 22 darab. Ezzel így el leszünk azért. Fasza! Jó van, én kicsit meg vagyok nyugodva. Ki kell pucolni, ezt jobban szeretem, mert látom a minivapora zombikat. Ezt is vettek. Ah, jó, nem baj. Nem baj, semmi gond, gyerekek, ez most már érzem, hogy jobb lesz. Inkább testre célzok, mert ez a fejlővések nekem annyira nem bennek. Fut. Ilyenkor inkább el kell futni előre, előbb-utóbb belassul. Mikor leesik róla ez a rage. Ugye nem szabad elmenni innen messzebbre. Segbe lőttem. Kényét. Így, bázze, futál, mint a balod, bázze. Maradjál már! Jó, nyilvessző. Kiszed? Oké. Okay. Jó van, gyerekek, jó van. Egyébként az volt a baj, szerintem Snakey-be ráléptem erre a szarra. Egyébként fú, kellene nekem egy jó snake-es ruha. Mondjuk ez rongy volt. Hát sajnos nem vagyok valami jó snaker. Úgyhogy... ez problém. Az lenne jó, hogy elég messziről venném észre őket. Ha például, úristen, itt van egy, figyeld. Jó, ez megkapta. Próbálom fejre, de annyira nem megy, basszus. Ez viszont egy izajó volt, ez egy hitbox hiba volt, simán átment rajta nyilvessző. Ide keresztbe tetted a lábadat. Jó asszony. Izgulok ám. Kemény helyzet azért itt. Nézzünk körül. Itt még biztos, hogy lesznek. Jó, van, oké, gyerekek. Szerintem fölt lesznek az emeleten. Jósan kilutolom itt a konyhát. Vagy lehet, hogy azt kéne, hogy végigmegyünk, aztán utána lutolunk. Lehet, hogy az hasznosabb lenne. Mint olyan szempontból, hogy akkor biztos nem leszünk addig túlterhelve, ugye? Jó, menjünk föl. Itt is vannak nyilvesszőim, figyeljetek, beáll a falba. Ezeket is ki lehet szedni, csak hát találd meg. Oké, okay, figyeljetek, ha baj van, akkor belekülés, jó? Hát elvileg itt... na baj van, és ez miért nem hörgött? Ez a buzi. És elvileg még van, csomó van. Szerintem csak ő vett észre, úgyhogy Snakey-be le tudom a többit. Az a durva ugye, hogy még ha mellettük van, egymás mellett vannak, akkor sem veszik észre a többiek, hogyha az egyiket elkezdem lőni. Úgyhogy így lehetne, tényleg a lopakodás az egy hatalmasan fasza jó cucc lenne. Ez meg volt? Nem nagyon mi. Jó bírják. Haver, kétszer lőszebb beléd lövök. Hú. Akkor álljál föl, amikor elengedem azt a rohadt nyílvesszőt, tesó. Megvolt, jó. Fölmegyünk, szerintem ott még látjátok, látni, hogy ez piros. Ez még itten gubbozz valahol, csak nem vett észre. Ott van a... és ilyenkor meg tudom csettinteni.
Konkrétan... Az volt a jó! Kétszer fejbe! Hű, baza! Gyere le, bazza, vagy valami. Hű, nem így gondoltam, tesó! Csém! Mocskos egy világ van itt, apám! Ne fuss el, bazza, állj meg! Hú, ez beidegesedett, apám! Jó, nyugi. A faszotokat. Azt a betyát, hogy hétszentség itt. Még ott van valahol. Hát, jó, hát akkor 8 méterre mi? Hol volt ott zombi gyerekek? Itt volt zombi benne az egyik helyiségben, és nem vett észre, jó van. Jaj. 4 méterre elvileg. Ha ott fekszik gyerekek. Gizi! Gyere ide ki! Megint majdnem meghalta. Figyelj, beszorulsz halott, 2 másodperc alatt szétszednek. Miért? Elütögessék a csak. Futás a tó körül körbe-körbe, azt hiszem. Hát ilyenkor ezt tudod csinálni. Meg le kell akasztani, vagy valami. Nyugodjon meg, nyugszik a beteg. Nyugszik a beteg! Faszodat nem nyugszol, meg álljál már, meg tesó, hát a öreg agyár az. Úgy az a baj, hogyha besztanolna, azért sem zavart, hogy megüssön, akár még több HP-r is. Ha besztanol, ha megvan a küldetés, jó, akkor megyünk kipucolni. Besztanol, vége bazze. Nincs tovább. Ott egy lőszer. Ó, gyerekek, én nagyon stresszben vagyok, ezt gondolom észreveszitek. Ezt meg ne egy, bazze, meg hazistad. Lol, ez ilyen önnyikus tudsz lenni azzal. Jó, mindent is kilutolok nagyon gyorsan, ez a zseblámpa, ez egy jó választás volt, vagy egy jó dolog volt, hogy megtaláltuk. És ilyenkor szerintem tényleg érdemesebb kilutolni, mert ilyenkor már végig tudsz futni. Úgyhogy ezt fogjuk, ezt a... Valaki meg hörögött kint. Ennek nem örülök. Vagy az én gyomrom? Nem, valami hörgés is volt. Jó. Meg ide lejön egy sikítós. Megbalondulok. A lövésekre jött a sikítós az előtt, ugye? Rossz cuki. Marha jó egyébként, hogy már megint valaki bazza itt megtalál a gyerekek. Valahol próbál bejönni, tök jó. Akkora nagy szívások vannak itt. Mindegy, gyorsan. Shotgun lőszer, hát ez pont nagyon nem kellene. Az mi van ott? Kettő darab kötszer az jó. Nagyon spórolok vele. Hát semmi értelmes nem volt itt, sajnos. Viszont ki kellene mennünk valahol. Jó, nem itt van a csávó, oké. Jó gyerekek, viszont volt egy autó, azt meg kilutolom. Szerintem. Valahol üti itt a falat. Túl vagyunk terhelve, de ez még belefér. Kocsiba szoktak még a jó dolgok lenni. Itt hátsó ajtót üti, meg van egy szemetes kuka. Az, itt többen is vannak gyerekek, hallom. Jó, menjünk a francba ide, hallod, ez nagyon para ez a hely. Hát itt megint majdnem, mindig majdnem megmódelünk kb. Fú. Van egy jó kajám, de ezt nagyon nem akarom megenni. Ez egy ilyen ötfeles food. Bár egyébként megehetném, mert tök mindegy tartogató vele.
Tegyük meg, akkor föltolja a HP-bat is. Jó. Tudjátok mi a nagy probléma? Hogy ma megint nincsen lőszer. Egy darab lőszerem van izéből. Íból. Sajnos az íjászat, ez egy ilyen rettenetesen nehéz itt. Lehet, hogy ki kellett volna szednem, de eltűntek, mert ott fönt, ugye a karzaton vagy mi az, galériába, lelőttem egy csávót, belőttem egy csavót, sőt, kettő darabot, és igazából nem kapod vissza az összes nyilvesszőt, az elég kellemetlen tud lenni. Úgyhogy erre nem tudok számítani erre az íjászatra, egyelőre nagyon. Nem tudom, honnan tudnék szerezni sok tollat. Egy lyukakból is ugye lehet, nem vagy madarakból. Jó, méz kettő darabom van, az eléggé már bemákoltam, meg a méz egyébként azt hiszem kaját is ad, ugye megnézzük. Fúrot is ad 8-at, úgyhogy az is tök jó. Meg 3 HP-t, bár igazából az tök mindegy, mert ugye van healing faktorunk, amely nyomja fölfele. Jó, nem panaszkodok, mert tök jó megyünk. Szándékosan nem töltöm a HP-mat, hogyha valaki megérzné, hogy hát miért nem töltöm, azért mert spórolok ezzel a... Ez nagyon gyanús nekem, nem lehet fölmenni? Nem. Ja, spórolok. Na haver, megjöttem. Shotgun ammo, weapon flashlight mód, az nagyon jó lenne. De shotgun ammo is jó lenne. Csak az a baj, szerintem a shotgun az nem lesz egy... ez viszont nem rossz egyébként. Ja nem, ez könyv. Elnézést. Mi a legdrágább? 160, 20, 100. Crafting skill magazine bundle. Lehet, hogy az kéne. Lehet, hogy a tudás fontosabb. Nem tudom. Vagy pedig azt fogjuk csinálni, hogy pénzt csinálunk. Legyen ez, gyerekek. Nem volt jó döntés egyik se, úgy érzem teljesen. Mennyi a pipe? Mennyi te is? Te is menj. Alkatrészeket eladom, mert valószínű nem fogunk craftolni mi semmit, hanem megpróbálunk lootolni. Meg amire mi eljutunk arra, hogy craftoljunk, arra általában mindig úgy vagyok vele, hogy arra találok is. Ezt nem tudom, nekem ez ilyen mondjuk úgy tapasztalatom. Jó, hát ez biztos hasznos lesz előbb-utóbb. És valami zsabot adjál, még egyet mindenképp meg kéne csinálni. Van-e? Jó. Egyébként ezt a... Hát ez se könnyű. A kiásós is se. Mert ugye ott mindenképp meg kell ölned a zombikat, meg mindenképp futkorásznod kell velük. Mert ugye jönnek. Oké. Pipe shotgun tudnék csinálni a 3-as szintűt, már egyébként elég jól haladunk. Mennyi pénzünk van? 1500, meg azt hiszem, hogy... Ja nem, a pénzt azt nem raktam ki, mindjárt meg kipakolunk ám megint. Közben látjátok, healing faktornak hála. Töltődik a... Jó, van 10 darab tollam. Van 10 darab tollam, kövünk nincs, itt ezt le... Nem. Kövünk nincs. Funk az van, de van kövünk. Jó, akkor csinálok még nyilvesszőt, annak ellenére, hogy eléggé kevés, de azért valamennyire jó lesz. Oké, és kacok, menjünk tovább szerintem. Ezt a kirakom. Figyelj, kirakom ezt a két piát is, van víz nálunk, elég lesz az egyelőre. Fát viszem, meg ezt viszem esetleg, hogyha elfogy, de nem hiszem, hogy elfogy, 4 darab van. Hát csak addig nem fajulnak el a dolgok. Jó, közben fel is töltődik a HP-nk, kocsikat közben lootolgatni kellene, free loot, ugye? Jó, ez is mindegy, tök mindegy, jöjjön minden is. Az a baj, most kutya ellen nem nagyon fogok tudni védekezni, annyi, hogy kutyát látunk, akkor megpróbálunk felugrani valahova. Amire kiütjük, lehet, hogy meg fogunk dögleni.
Nincs egy darab lőfegyverem sem, ez nagyon szomorú. Meg kell volna nézni a 7.62-es lőszert esetleg, de hát lehet, hogy az lenne az utolsó, amire kellene költeni. Igen, hát itt nem itt kellett volna átjönnem. Gyerekek, be fogok mákolni egy kutyát, hogyha így csinálok. Húzzunk ki. Nagyon szar helyen járkálok, olyan hülye vagyok. Oké, megúsztuk. Jó. Ezt mindenképp meg kellene csinálni, meg még egyet is esetleg. Jó, hát ez le van égve. Mi a fasz? Haj, ne! Ez hiányzott, mint szar a zsebben, na. Egyébként lehet, hogy meg kéne nézni valami... Lehet, hogy meg kéne nézni valami más weapont csinálni. Ezután az ellenség után. Még kell hagyni egy kis staminát, ha leütöd, mert esélyes, hogy futkorászik. Meg volt? Várj, bazzer nem. Maradjál már! Na, nézzük meg a fegyvereket, gyerekek, mit tudnánk kihozni itt. Ebből tudnánk már hármasat csinálni. Nekem érdekelne. Ez a hammer. És ez kellene, ja. Lehet, hogy ezt a hammert kellene. Az a baj, ez szerintem rengeteg izét eszik, rengeteg staminát. Viszont ugye valamikor, mindjárt valamit okozunk. Csinálunk egy ilyen hammert. Ugye lehet, hogy stunol, meg így hátralök, meg ilyesmi effektjei vannak. Úgyhogy dobunk egyet össze, jó? Egy ilyen hamarat. Kettes szintűt tudunk, megpróbálkozunk vele. Ezt elrakjuk. Aztán most tudom, minek hordom magammal. Jó, oké, nézzük meg, hogy melyik mennyit sebez. Ez power attack 42. Viszont stamina kosztja 20, 22 az alapütésnek is. Az attack per perc, az látjátok, hogy egyébként ennek szarabb, mint ennek. Tehát a DPS az szarabb. Rengeteg staminát teszik. Viszont csinálok mindenképp egy ilyen cube-ot is. Ha már egyszer. Hármasat tudok, mekkora különbség a kettő között? 26... Ja, mínusz 2, nem túl sok. Oké, megyünk. Megpróbálunk hammerezni egyet, kipróbáljuk, hogy ezen a szinten ez hogy működik. Az a baj, hogy power attack-ja, nézzük mennyit veszik staminát. Hát ja, ilyen 40-et körülbelül plever. Aztán az lehet, hogy nem túl baráti. Ja, meg ugye nincsen neki hide damage-e. Meg van egy, van egy zombi. Na jó, hát megpróbáljuk azért. Ó, azt a bőtyár, gyerekek! Ja, ez valamikor így leproccol. Ugye, ugyanúgy, mint a macsita is ugye leüti a fejet. Vannak ezek a weaponok, amelyiknek ilyen, gyakorlatilag van egy ilyen kritikál hitje. Jó, alsó nem kell. Azokat viszont visszük, meg lehet, hogy jó, most itt egy kicsit. Ez jó, ez jó. Hoppá, gyerekek, a hammer az úgy látszik, hogy ez nem, ezen a szinten se rossz. Elindítottam a küldetést, itt levegyük ide. Annyi, hogy lopakodni nem rossz még mindig. Hoppá, hát ez az épület, ez egy kicsit szellős. Figyeljetek, lehet, hogy nem lopakodok. Ó, ez mi? Újha!
Nem rossz ez a Hammer, te. Rohadt sok staminát teszik. Tudja a dolgát, hallod? Aha, ott is vannak fönn a csávok. Minden is látni alulról. Aha, out of stamina. Ja, ez egy kicsit problémás nálam, hogy rohadt sok stamina kosztja van. Viszont jobban fáj nekik, aha. Ez itt kiégett az a házasztály, itt benn vannak ezek az elégett zombik. Ezzel jobban lehet boldogulni. Hú, azért stressz van, komolyan. Nagyon nagy stressz van. Itt láttam még fönt egyet, de szerintem az is leugrott. Jó van, oké, semmi gond. Fasza. Erre egy mód jó lenne, amelyik így világít. Tudjátok, ami jég. Jég a művész. És meg is találtuk szerintem. Küldetéshez kellő cuccot, figyelj! Mindig a kiáratot is figyeljük. Mondjuk úgy látom, csak egyszer volt szerencsém, hogy leproccolt, hogy szétcsapta a fejét eddig. Nem tudom, arra mennyi esély. A kurva életbe futám. Jajaj. Ne fussál már, bazze! Eljál meg! Ez megállította. Csak az a baj, hogy futsz, akkor nincs stabilád. Jaj, nagyon-nagyon-nagyon cukker egyébként az a helyzet. Na figyeljetek, körül kéne nézni. Loot ügyileg. Jó. Neked elvileg kellene lenni egy főútnak is, minden helyen van. Ebből is kéne egy jobbat csinálni. Jó van, oké, gyerekek. Ravírozunk itt az élet és a halál között eléggé komolyan. Nem gondoltam, hogy ilyen egész... hát azt akartam mondani, hogy egész jól tudunk így. Na baj, hogy itt akkora szivatás lesz, én már most látom. Most látom, gyerekek, hogy itt biztos, hogy csúnya világ lesz. Tudja, hogy itt még vannak. Itt még valami lesz, gyerekek. Itt még valami lesz. Kajcsi, ez kell. Jó, csak mindent is viszünk be. Oké. Még ez nem a fő út volt, úgyhogy nyugalom. Itt ez gyanús, hogy itt át lehet menni. Csak ilyenkor figyeljék, hogy vissza is tudja jönni, mert itt szerintem... Aha, ez majdnem megtréfált. Följebb, jó. Gyerekek! Visszafele futi lesz, hogyha nagyon sokan vannak. Vagy valamelyre leugrunk. Hol a főút, gyerekek? Mert kéne lenni a főútnak itt. Aha, ott van, jó van. És hol vannak az ellenségek? Nem hiszem, hogy nincsen. Erről beszéltem be azért. Akkor egy idejelő játék, te, sumág. Ezt el nem tudjátok képzelni.
Gyere, van úcs. Tudsz jönni ide. Fut megint a kis riarongyos. Gyere, gyere, gyere vissza. Aztán kapsz egy ölt a fejedre. Kiszakad a nyakadba az. Ja. Öcsém, itt a élet és a halál között tényleg evickélik el. Végre meghaltál, hogy valami legyen már veled, bazza, mert nagyon kellemetlen ez. Van egy, kaptam egy ilyen, hát ezek powerat, aki a minden el a szar. Viszont lehet, hogy egyébként gyorsan támad, de nekem ez a kalapács most egész jó bejön. Egy macsétára vágyom, hogyha az megtörténne, hogy lenne, akkor onnan jók lennénk. Jó, egész jó, egész jó. Én meg vagyok elégedve magunkkal, gyerekek. Addig meg vagyok elégedve magunkkal, amíg meg nem halunk, úgyhogy ez... Ez így tök jó nekem, tetszik. Ezt egyébként nem lehet kiverni? Nem, ez csak egy ilyen szemét, ugye? Szóval. Oké, gyerekek, akkor meg is van a küldetésünk, akkor mehetünk tovább. Hát valahol le kéne viccelnünk. Azt hiszem, hogy ki is lutolgattam így nagyjából mindent, hogyha jól emlékszem. Oké, jó. Jó vagyunk. A lőfegyver hiányunk van. Az sajnos igen. Van összesen. Az a baj, crossbow arrow-t kapok. Az meg nekem nagyon nem kell. Jó. 92 HP, kicsit éhesek vagyunk. Szereztünk egy kis kaját is. Oké. Ezt leszkrepelem. Nem kell szeg nekem. Ezt meg megpróbáljuk eladni majd. Lehet, hogy egyébként a szeget azt lehet eladni jobb ledre, mint szkrepelgetni. Lehet, hogy úgy jobban adna érte. De a kalapás az jó. Akkor van szívás vele, hogyha itt nincs szlaminád egyébként. Én eléggé meg vagyok elégedve a teljesítményünkkel egyelőre. Na várjál, hova kell menni egyáltalán? Arra. Menjünk a föl, megyünk a réten keresztül, hát hogyha találok. Mi az? Mi az, gyerekek? Hát hogyha találok. Figyeljetek, várjál már. Műanyagot gyújtsuk be. Nem tudom, mennyi kell? 200 vagy 100 kell? Meg pipe ugye a vízgyűjtőhöz. Bár így, hogyha lootolunk folyamatosan, akkor azért kapunk 44. Bazai, ezt kaptam 44-et. Ezekből? Ezek a bolyák ilyen jól adják. Ezt az egyet itt. Valaki észrevett, de gyorsan nyíts ki. Ez megérte. Hol vettek észre? Valaki hörgött. Haver. Oké, stamina töltöd. Ez az. Jó, semmi baj. Stamina töltöd. Ez tetszik, ez a trafó állomás. Úgy van. Jó volt. Mi ezt a kukát kilutoljuk? Hát ebben 18 kő volt. Jó. Ott is egy ilyen bója. Tökéletes gyerekek, jó. Jobb nem is lehetne. Oké, menjünk innen. Menjünk ám haza, csak mondom, benézek ide. Az ilyen free lootokat, azokat így megszerezzük szépen. Nézzük, ó, itt egy táska. Egy lőfegyver legyen már valahol. Ó! Ilyen free lootokat tényleg így próbálom megszerezni. Kár volt előnöm egyébként azokat a lőszereket. Fölöslegesen. Jobban kell vele gazdálkodnom. Kötszer. Csodálatos. Egész jó. Ezt meg már kilootolt a keeper. Várjál, gumi.
Ez is műanyag lökhárító, ugye? Kellenek dolgok, gyerekek, bocsász. Az is műanyag lesz. El is értem valami ez, hogy mennyi van? 64, gondolom a 100-at értem el. Azokat is át kellene venni egyébként. Pillanat, ezeket a challenge-öket. Mert azért mind kapok ugye XP-t. Oh. Nagyon jó, meg is van a szintünk ebből kifolyólag. Kettesben még semmi nincs. Jó. Megnézzük, mindjárt skill pontokat, gyerekek. Fú, szuper. Én most egész jó nyugod vagyok. Mármint, hogy sikerült egy-két dolgot megcsinálni. Na, kettő skill pontunk van, és akkor tudnék rakni esetleg. Ugye mindenképp itt az agility környékén, a parkörre, hogy hármas legyen, hatos szintű agility kell. Viszont az archery-re ugye lehetne pakolni, bár nem vagyok benne biztos, hogy az archery lesz. Ez a Hidden Strike, igen, ez meg most lehet egyelőre még figyelj, agility, az mindenképp kéne egy felhúzni. Ja, ugye ez már két pontba került az ötös. Nem. Ja, hatos kerül két pontba. Oké. Okay. A parkört mindenképp fel akarom húzni. Hetedik napra mindenképp maxos parkörnek kell lennem, mert szerintem csak úgy tudom túlélni a zombi hordát. Ezen az insane-en biztos, hogy nem fogom tudni egy helyen megoldani azt. Na. Ez ugyanazt adja, hát ez olyan érdekes. Jó, legyen crafting skill. Mi az, amit sokat ér, vagy nem tudom. Legyen crafting skill. És adja valami munkát, még hogyha esetleg van. Hát van egy ilyen 400. Ezeket nem akarom csinálni, ezeket a kiát. Gyássunk ki, csináljunk olyat is. A Twitch fölút, ugye, az a nagy probléma vele. Jó, ássunk ki egyet, azt megnézzük, hogy mennyire hatékony, vagy mennyire jó az. Az inventory-ból meg, ami nincs, nem kell, azt akkor arra bel megint. Kinyitjuk. Ezt megtanuljuk. Jó. Inventory-ból eladjuk. Ebből, ja, ez kettes, azt hittem kettő van. Ezt eladjuk, ezt is eladjuk. Oké. Okay. Ezt eladom. Oké, okay, van 2000 pénzük, az tök jó. Nem körülünk. Ja, viszont kaja kellene, azt mondom, ki van pakolva nekem kajám, nem? Ide van kajám kipakolva talán. Ja, a kajár végén még megint kell venni. Sőt, nincsen semmi kajám, az egy aranyos lesz, gyerekek. Na, ezt nem akartam, ezt ki akartam kirakni mindent. Rakjuk vissza azokat, amik kellene, legyen víz. Ez. Mondjuk nem is baj, hogy kiraktam, legalább így akkor. Azokat rakom el, amik valóban kellenek. Figyelj, ebből 5 szerintem bőven elég nálam. Ha megfertőződök, akkor meg igazából elég majd akkor ez. Painkillert, hát ezt elvihetem esetleg. Azt igazából más nagyon nem is kéne elvinnem, nem? Ha lenne eszem, de viszont egy darab kajám nincsen, úgyhogy kaját kell vennem. Fú, ja, nincs semmi kajám. Kell kaja, gyerekek. Kéne kaját szereznünk. Az a baj, hogy kaja téma. Nem sok kaja lesz nála, az biztos. Én nem tudom megvenni, mert a rohadt pénzt kiraktam. Ó, éj, hülye. Jó. Megyek. Tényleg semmi kajám, szörnyű. Jó, nem baj. Hát figyeljetek, ezért kell eladnom mindent egyelőre, mert valami kajatermelés vagy bele kellene. El kellene kezdeni. Jöttem kajáért, tesó. Adjál valamit. Az is kell. Más kaja nincs. Az a baj, el fog fogyni nála a kaja. Ugye? Meg itt is el fog... Ja, nem, ez jó, mert újra termelődik. Figyelj, veszek néhányat, aztán valami lesz.
Ez van, mennyi pénzünk maradt? Még maradt 1000. Viszont ez a kaja mennyiség, ez nem sok mindenre lesz elég. Oké, jó, megyünk gyerekek. Itt benne van egy zombi, de jó. Oké, ásó van nálam, gyerekek? Van nálam ásó, jól van. Akkor ásóval, megpróbálom kiásni. Hát nem nagyon szeretem azt ezeket a questeket, ezeket az ásósokat. Mivel valamikor rengeteg sokáig kell áskálnod. És jó hosszú ideig fog tartani így. Hogyha nincs szerencsénk, de biztos, hogy nem lesz szerencsém. Oké, ezt úgy látom, hogy azért nagyjából túléljük a következő második napot is. Ez nagyon boldog, boldog dolog. Szerem mindig, mert a fa az mindig kell, plusz még esetleg bemákoljuk a mézet is, ugye? Nem mákoltuk be most, de nem baj, egyébként kettő mézünk van, meg van herbál antibiotikumunk is. Magával szerintem a játék stílussal nincs egyáltalán probléma most, mármint ahogy játszom. Azzal lehet probléma, hogyha nagyon meglepnek minket, meg nagyon beszorulok valahova, akkor arra az egyre kell figyelni, mert igazából kültérben szerintem el vagyok velük. Beltérben meg tudnak minket picsázni rendesen. Azt a zombit ezt el kéne kerülni, bár ezzel a kalapáccsal eléggé effektívek vagyunk. Nekem egy macséta lenne a legjobb, nekem azt tetszene. Ugye azért lenne jó macséta, mert arra kapsz lopakodás bónuszt, kalapácsra nem kapsz. Tehát akkor tudod azt csinálni macsétával, hogy lopakodva, plusz még kapsz rá, nem tudom én, ötszörös sebzést, ha úgy damage-elsz, akkor az úgy eléggé hatékony lesz. Jó. Egész jobb vagyunk. Egy darab izért nem mákoltunk be eddig, mézet? Hát most nem. Amilyen szerencsések voltak az elején, most annyira szerencsétlenek. Ja, meg mondtattuk, a tojások azok egész jó, sokat lehet találni. Nem most ezt, akkor adjuk neki. Az a gond, hogy ugye jönni fognak majd a zombik erre. Várjál, hát el kéne indítani. Úgyhogy azzal lehet, hogy problémáim lesznek. Szomjasok vagyunk, gyerekek, hát azt hiszem, hogy... Figyelj, együnk levest. Az oldalt is ad. Oké. Okay. Hát ez hiányzott nagyon nekem megint. Ó, barátom! Ezzel lesz probléma, hogyha ezek elkezdenek itt futni. És ugye nem hagyhatom ezt az órát. Az nem barát. Jó, mindegy. Csináljuk. De ilyen rohadt sötét van. Ja, hát ez nem biztos, hogy ez jó választás. Könnyűnek tűnik ez a kincs kiásás, de aztán, hogyha beszporol nekem ide 3-4 zombit, akkor azzal nem nagyon fogok tudni mit kezdeni így hirtelennyébe. Főleg, hogy elkezdenek futkorászni. 15 óra 58. Még jó lenne egyébként még egyet megcsinálni, hát itt a szerencsén nagyon bullik. Meg ugye én lépcsőzetesen kell mindenképp leásnom, hogyha nem megyek, akkor nehogy nyakamba ugrorjanak, mert ez nem baby fokozaton játszunk, hogy nem számít, mert úgyis megöljük őket lent. Itt minket ölnek meg instant akkor. Meg ugye stamina, úgyhogy van minden baj. Mindjárt lehet, hogy izé lesz, jönnek. Nem lesz egy deka stamina se.
Ki tudok jönni? Jó van. Ki tudjak jönni, basszus, mert... Aha, most fognak jönni, ha jönnek. Nem mondod, hogy nem jönnek. Nem a felét, nem mondod, hogy... Mi azok? Nem. Gyerekek, ez annyira... Ez nem biztonságos. Fülelek, bocsánat, fülelek. Beszorítanak ide, akkor vége. Ott van bazdmeg. Figyelj, biztos, hogy jönni fognak, hogyha kirutolom, úgyhogy akkor rohadtul futás van. Aha, jó van, megyünk is a francba. Jó, viszont megcsináltuk gyerekek, mázling volt, szerencség volt, tök jó volt. Rángött egy kozol zombi. Jó, ez nagy mázling volt, elég gyorsan sikerült, csak látjátok az a baj, hogy itt nincs fölött, itt nincs semmit, csak annyit, hogy konkrétan kaptál egy kaját, meg nem tudom, egy-két dolgot. A... Nincs is érve komolyabb lootra. Ugye a küldetés megcsinálod, azért kapsz XP-t, meg rewardot, de más ugye, más plusz dolog, ez nagyon nincsen. Úgyhogy ezzel egy kicsit probléma van. De hát mindegy, ez van gyerekek, ezt kell szeretnünk. Másik küldetéseket jobban komázom egy picit. Az mi? Jó, nem tudok több küldetést fölvenni. Basszus, annyit csináltunk már, úgyhogy akkor ez felejtős lesz. Ez se tudom adni talán? Majd mindjárt kiderül. Ó, de kár lenne, nincs beállítva a max küldetés szám. Azt se állítottam, hát ugye minden alapon van. Pedig az egy jó lett volna, egy jó dolog lett volna. De mindegy, akkor igazából ki lehetne tűzni magunknak is célt, hogy mit csináljunk. Jó, és látjátok, hogy nem gyógyítom magam, az tényleg nem a mazoizmusom, hanem az, hogy gyógyuljak meg magamtól, és akkor így lesz bőven. És remélem ezt azért le lehet adni, ezt le lehet adni, jó. 9 lőszer 100 dolap, szerintem azt meg fogom, be fogom nyúlni. Nem crafting skill magazin lesz. Az a baj, hogy szerintem több jobot nem enged felvenni. De, engedett. Engedett. Megint kajások vagyunk. Jó, hát akkor azt még gyorsan csináljuk meg. 16:47. Érdekes, akkor most az mi? Lehet, hogy nem engedi majd leadni? Vagy nem tudom, mi lesz. Ja, meg ugye, hogy eszel, akkor az is növel HP-t, szóval fölösleges kötözgetnem a sebemet. Oké. Okay. Arrohadt zombik, gyerekek, arrohadt zombik. Ennyi üzeg van, cuccunk. 4 darab kajám van, de mind ilyen 10-es, meg ilyen nagyon gagyi. És azt hiszem, hogy nincs is jobb kajám. Pedig aztán rengeteget fogyaszt a karakter. Lehetne arra is skillpontot pakolni nyilván, de lehet, hogy nem az lenne az elsődleges. Nem az a prioritás nálam most, hogy valami jó cucc legyen benne, hogy soha nincs bejön. Viszont ezt csináljuk. 35 darab, volt 15. Ez jó, van 50 darabunk. Oké. Miért van mindig zombi ott, ahol ásnom kell? Van egy jó nagy batárhegy. Jó nagy batárhegy. Oda nézd mekkora, öcsém. Azt a bőtjár. Ezzel mondjuk lehet valamit csinálni ezzel a hegyjel.
Azon gondolkoztam egyébként egy ilyen másos bázis, hegy belsejében legalul, az lehet, hogy esélyes lenne egy zombi horda ellen. Valami nagyon-nagyon pánik szoba, és leszarni, hogy bontják, nem keveredni harcba, az lehet, hogy működne. Ez most mi? Mit kell? Milyen? Szaplis bazza, és itt pont egy épületnél. Beszarok neki. De várja. Jöjjön, mekkora paraszlángő volt. Na ez, valamikor bekritel, és akkor történik egy ilyen. Ja, bazza, akkor ez nem, a, íze, nem az ásósról lesz. Nem baj, ez jó. Oké, csináljuk ezt. Nyilván ezt csináljuk, hogyha ez van. Együnk még, mert ne közben éhezzünk meg, mert mondjuk 50 HP-ig, vagy a kaja szintünk van körülbelül. Jó, csináljuk, csináljuk. Csináljuk, próbáljuk meg, nem tudom, valamennyire dinamikusan. Most ugye nem fogunk lapakodni. Jó, gyere, haszna, gyere! Kicsit várunk, stamina töltődik, így kettőt rá tudunk húzni. Ó, nem is kell, de kell. Nem futsz, jó van. De a futás is egyébként elég random. Mint a gáztartály, látod? Ezt nagyon jól lehetne használni. Lutolni a végén. Meg is van egyébként a küldetés. Az úgy el tudja törni a lábad, csak hogy zuhar. Ezek jó bírják, na. Ott a néni, még jó, hogy kijöttünk, hallod? Ez lett volna baj belőle. Azt a betyárba az. Megfutott öreg anyánk. Kifárasztjuk. Nem tudok mit csinálni vele, bazze. Nem tudok ütni. Ó, de nagyon rohan, szöcsém. Hát álljál le, bazze. Homlokon vágtam, talán egy kicsit megnyugodott tőle, nem nagyon. Várjál, 40, 40, 40. Á, az egy pont akkor állt le. Akkor rá akartam húzni a fejére egy nagyot. Meg volt. Meg volt, már csak ez a kis mukucs van itt. Nyugodjál már meg, bazze, hát nem hiszem el, hogy nem lehet tőle nyugodtan lenni. Jó van. Na, ott egy csávó benn, figyeld. Meg kéne idejönni egy snake damage-re kínálni. Jaj, nem voltam snake-be. Na, haver, nyugodjál meg! Nyugodjál már meg! Kurva életben ezek. Hú, az olyan stresszben vagyok folyamatosan ebben a játékban most, hogy ezt el tudjátok képzelni. Tudjátok. Viszont ezt tényleg megkívánom egy snake-kel. Nem szerette. Jó is volt ez, jó is volt. Kipucolunk mindent. Hogy lehet oda feljutni, gyerekek? Hogy lehet feljutni? Addig nem lootolok. Azt ki akarom pucolja. Lehet jó. Menjünk snake-elve egy kicsit. Nem tudom, a fény az mennyire.
Nyugtalanít. Őket, ha itt valaki nyögtörög. Ez nem volt egy hatalmas nagy székölés. Ezt a betyár. Azt a betyár. Hú! Kaptad a matipuszi. Ne futkorászál, ott maradjál nyugodtan. Kurva élve. Tuti vannak még, basszus, tuti vannak még. Hát hol a főrút egyáltalán? Ugye az, az sem mindegy. Itt volt benne a gyerek a fürdőbe, jó. Még valami, valami sinobli lesz. Folyik a nyál a gyereknek. Kapsz egy olyan izolét, snake damage-et, figyeld, tesó. Nem kap, bazd, ford fölébredt. Szerintem fölébredtek többel is most. Ahogy sávhoz leesett. Benne a nyíl a fejébe. Szemébe. Ha fölébredt más is, jó. Nem maradnál földön, vagy valamit csinálja már magad, de bazdok. Ide mekkora luftot ütöttem, gyerekek? A francba, hogy mindig akkor állnak le, kiszámítom az ütéstávolságot. Ütök. Jó, ez meg volt, és level up-oltunk, jaj, de jó. Megvan két skill pontunk, és akkor a, szerintem a parkört fel is tudom tolni. Ez leproccolt, ez leproccolt. Ú, bassza, gyerek. Na, a szituáció következő, skill point gyorsan. Ugye az agility, várj, az agility, nem, a következőre 2 pont kell, úgyhogy ezt mindenképp följebb rakjuk. És akkor elköltöttük, és akkor a parkör tudjuk fejleszteni 3-asra, az majdnem max. Igaz, nagyon nem max, de az egy majdnem max. De nézzük meg valaki, de szerintem kb. Kicsináltunk mindenkit már. Bár én mindig nem látom a fűrútot. De lehet, hogy itt lesz valahol, aha. Hol a fasz? Picsába van a főrút, gyerekek. Azt nem mondjátok, hogy ez nem a főrút, ez a tuti. Úgyhogy ez valahogy még nincsen meg. Á, de viszont itt van, jó van. Lőszer. Hol van 762-es 7 darab, az semmire jobb. Ú, kettő lecsenteri parc. Hát ilyet még nem láttam, basszus, még a izőmentésembe sem. És van egy lépő. Run speed 2%, light armor rating, stamina, mobility, jó, hát ezt fel is veszem, bazze. Hát ez már jó is lett, oké. Okay. Van egy kis gyógyszerünk, akármi is, az nagyon jó. Jó, mázling van, lett egy jó cipőnk, gyerekek, egy jó digó lépő. Ne akarjunk nagyot álmodni, egyelőre még ennek is nagyon örülünk, és van egy biciklivázunk, amit úgy fogunk eladni, mint a shit. Mert, ja, és egyébként gyors lootolási van. Aztán akkor megyünk vissza a traderhez. Gyorsan kilootolunk mindent, zseblámpával szépen, akkurátusan. Meg ráadásul így autentikusan, hogy zseblámpával mutatjuk át a dolgokat. Mindenhol benézünk, szemetesben nem lehet. Könyves volt mindenképp. Lehet, hogy el kéne adnom azokat a könyv... Nem tudom, hogy melyik lenne jobb eladni azokat a könyveket, amiket már megtanultunk. Lehet, hogy az kellene inkább, mert pénzre nagyon szükségünk van itt az elején. Be is szokott könyv is lenni, igen. Ezt egyből megtanuljuk, első rakjuk. Jó, jó. 2034, mi? Akkor történt itt a problém. Nincs semmi. Murky Water is kell, ott még egy főző erény, az mehet eladásra esetleg. Hoppa, ott a 90 mm-es pisztoly, na ennek nagyon örülök. Annak nem viszont, hogy valaki harag.
Valaki nagyon, nagyon beindult. 95-ös pisztolyok rottul tudok örülni. Best ever dolog most. Jó, hát ez meg... Maradjál, bazzer. Tököm ki van veletek. Túl vagyunk terhelve, minden bajunk van. Jó, jó, gyorsan, gyorsan csináljuk a dolgokat. Hol nem voltunk még, gyerekek? Konyhába, ugye? Ó, nagyon jó kaja volt. Fullos kaját találtunk, gyerekek, és mennyi? 53-as. Várunk már egy kicsit, mert fölösbe menne. Ó, itt is volt a szekrényben egy kis. Spice-ba is van egy kis macska kaja. Nagyon jó kaját találtunk a hűtőbe. Oké, kb. Mindenki van utolva? Ja, kb. Minden. Szerintem, hogy nagyjából megvagyunk, ugye? Nem maradt el semmi. Jó, olyan székeket összeszedhetnék, de most ezzel nem akarok foglalkozni. Oké, gyerekek, ja, szereztünk egy pisztolyt, és ebben van valami 200 darab lőszerünk, úgyhogy ez bőszve jó lesz. Nagyon jó. Jó, hogyha van lőfegyverünk, megvédeni magunkat, hogyha úgy van. Oké, hát ez meg nem vett észre. Oké, gyerekek, tök jó. Én szok azt kell csinálni, hogy lekraftolok mindenből a jobbat, hogyha esetleg van valami. Kraftolunk lőszereket, mindent, mármint akár a 19.08, lassan megyünk is haza. Ezt nem biztos, hogy leengedi adni egyébként ezt a küldetést. Van egy olyan sanda gyanúm. Volt még vizemám. Ugye, hogy egy csomó, nem tudom, nem sokára megkapjuk a biciklit. Azzal már jobban el tudunk boldogulni. Tök jó. Jó, úgy érzem, hogy elég jól teljesítünk. Hát ha sajnos annyi, hogy rengeteget kell taktikáznunk. Tehát a játék nem annyira pörgős, mint eddig, viszont sokkal inkább feszültebb. Ugye nem az van, hogy berohanunk, aztán ding-ding-ding, leütjük, fejbevágjuk, azt kijövünk. De én úgy érzem, hogy ez lehet, hogy egyel izgalmasabb is, mint hogyha tényleg bemegyünk, és akkor ilyen tök unottan így végigfutunk, és fejbeverünk mindenkit, és akkor kijövünk. De még mindig nem adtam fel azt, én úgy gondolom, hogy a legjobb megoldás az lenne, hogyha ilyen lopakodós... Meg igazából még nem is csináltam ezt a lopakodóságot, amiatt is nagyon érdekel. Ott van egy sátor egyébként, már szerintem most hagyagoljuk, mert már 19 óra 20 van. Mert szarra vagyunk terhelve. El kéne vinni haza ugye mindent is. Jó. Teljesen boldog vagyok. Jól állunk. Ahhoz képest, hogy inszére játszunk, második nap, szerintem van pisztolyunk, van egy cső ilyenünk, ezt is betározom. Igaz, hogy 7 darab lőszer volt benne csak. Várjál már, azt hadd üssem szét. Kellene csinálnunk egy vízgyűjtőt. Ja, gólyafészekben vagyok, valaki írta, hogy gólya lettem. Hát így lehet túlélni. Egyébként nagyon gondolkozok azon, hogy befúrjam magam a föld alá. Lehet, hogy az első, hát nem tudom, ez a befúrás, ja, lehet, hogy az lesz. Valószínűleg, hogy szétbontják a félhegyet, de nem számít, akkor majd elköltözünk onnan. Hopp, az a baj, hogy ez mind Pine Bomb Ammo, az jó. 5-öt ad, ezt szerettem, de mondjuk 5 az nem valami erős. A Wood az nem érdekel, ez meg könyvek igazából, az meg nem érdekel. Jó, legyen ez a Pine Bomb. És érdekes, hogy akkor most miért lehet fölvenni? Na mindegy. Inventory, valami, ami olyan, azt eladom neki, ilyen lead, meg ilyenek, mert nem igazán érdekelnek ezek engem. Meg clay. A sörétes lőszereket valószínűleg eladom, mert nagyon nem vagyok odaérte. Főleg, hogy egy ilyen pipe sörétes fegyvert fogunk találni. Azzal nem megyek el a bucsúba. Bicikli váz, az se érdekel, fogunk kapni biciklit. Kajánk szerintem ki fog tartani éjszaka.
És a negyedik napon fog ennek csak új kajája lenni, hát ez nem a legjobb. Jó, hát figyeljetek, többit szerintem vigyük el. Mondjuk ez a fő, 4 ér nem fogom maradni neki. Akkor... Ah, te bazd meg magad. Hát, figyelj. Ezeket megveszem már csak azért, mert úgyis holnap lesz új. Piánkoz van bőven? Jó, oké. Kicsit haza kellene menni, aztán a küldetéseket most egy picit elengedjük. Storage-ből, amit tudunk, azt magunkkal visszük, ami igazából ezek annyira nem is olyan fontosak, ugye? Mert lehet, hogy átnézzük, hogy valamit le tudunk eszkrepelni, és akkor tudunk több dolgot vinni. Sőt, egyébként a kajákat azokat meg is vehetnénk, és már is felszabadul egy csomó slot. Mert ugye ezek olyan kaják, amúgyis, hogy egy slotot foglalnak, meg ilyen 10 foodot adnak, szóval nem fog ettől, nem fognak kárba vészni. És ez mennyi? 15-öt, ezt szerintem ez még bőven belefér. És akkor kb. Maxon leszünk, de viszont lesz egy csomó helyünk. Hát ezt a homokot ezt kidobom, nekem az nem érdekel. Vagy ezt az 5 papírt is, jó gyerekek, bocsánat. Oké. Meg ezt az 1 rezet. És akkor igazából jó lenne, hogyha innen mindent el tudnék vinni. Cement. Nem hiszem, hogy nagyon kell. 17 darab scrap. Metal. Ez se kell. Meg a 109 darab clay-em se kell. Jó, ezek nekem annyira nem fontosak. De mondjuk egyre visszapakolhatta volna, de szerintem nem fontos egyáltalán. Megyünk haza. Aztán valamit okozunk magunknak. Mármint, hogy... Craftolgatunk meg skillpontot néző. Skillpontok, ezeket elosztottam, ugye? Igen, 0 van. Ja, parkőr, az jó lesz, jó, nagyot tudok ugrani. Az sokszor ugye megmenti a seggedet. Lehet, hogy pont az fogja megmenteni a seggünket a haláltól. Az ilyen menekülés skillek azok hasznosak. Hasznosak srácok. Az a baj, hogy nagyon nem tudom egyébként, hogy hol lakunk. Úgyhogy egy hálózsákot lehet, hogy le kell craftolni azt akkor, vagy pedig rakni egy home feliratot, vagy bármit. Vagyis egy jelet, egy márkol, meg kéne márkolni. Ja, hát jó fáradtak vagyunk. Régebben nem így és még mindig itt topzódik baza ide. A sikítós, beszarok neki gyerekek. Jó lenne nem betriggerelni. Ez olyan apartman, vagy mi ez? Jó, semmi gond, minden szuper. Haza kell menni, hát 18 túl terheltségünk van, de ne haragudjatok, de muszáj. Mondjuk ez az egy a bizony topánka, az miért volt ad, várja, inkább leszkrepelem, de... ja, hát nem sok értelme volt, hogy nálam van. Itt van a golyófészkünk. Lehet, hogy egy kicsit kivőfittebb majd, még nagyobbra. Hát azért lehet, hogy ki kéne vágnom egy fát legalább. Még ha ilyen kisebb is. Na ez még belefér az időnkbe. Na, fontos az, hogy amikor fölvegyünk, akkor ne vegyen észre minket egy darab zombi se. Hú, azt nem is tudtam, hogy ezeket lehet turkálni. Oda nézve. Jó dolgok voltak benne. Jó dolgok voltak! Na, a gólyafészkünk. Még egy kicsit kibővítőbb, szerintem nem fog leszakadni. Meg lehet, hogy fel kéne upgrade-elni, azért is jó volt, hogy most fát ütöttem ki. Mennyi fánk van? 310, hát nem egy olyan túl sok, de szerintem pont elég. Meg lehet, hogy... Mennyi darab ilyenünk van? 109. Azt hiszem, hogy 200 kell hozzá, nem 100. Úgyhogy nem lesz elég, de legalább már fele megvan. Ez egy hasznos, jó dolog. Oké. Okay. Ezt a fát kivágom, meg azt a nagyot, még ami útbe esik, amúgy is az zavaró, hogy ott van. Nem látom át a dolgokat. És akkor megyünk fel, kicsit kibővítjük a felső, a bázisunkat. Azt hiszem még egy fákjám is lett. Valahonnan. Ezt is fel tudom használni.
Oké, gyerekek, jó lesz ám ez így, tök jó. Kicsit kibővítjük, lehet, hogy rakunk le egy kerítést. Csinálunk... Azt tudtátok, hogy olajpalát lehet szerezni abból? Vagyis olajat? Ezekből a nagy tartályokból, ami ott van? Az alján képzeljétek, olajpala van. Gyakorlatilag olyan, mint hogyha kiszárad volna, ugye? És leülepedett volna benne az üzemanyag. És gyakorlatilag ott alatta ezeknek, mint bármilyen területen tudsz belőle olajat szerezni, vagyis benzint csinálni. Így. Szerintem az tök jó. Tök érdekes. Gyújtok még fát, mert akarok akkor fönnépítkezni egy kicsit. Megcsináljuk, hogy arra is legyen. Tehát ilyen jó, nagyobb legyen az egész. Tök jó, mert ott nem vesztek észre a zombik. Kicsit félek egyébként, hogy leesek, de annyi baj legyen. Majd figyelni kell. Meg ugye, hogyha parkörre rakunk sokat, akkor azért az bírja az zuhanásokat is. Nekem az mindig nagy problémám. Utálom, amikor el van törve a lábam. Szenvedés nagyon. Az egyik legrosszabb deba ebben a játékban. Ennek hol a törzse, bazd? Na. Jó, lesz bőven funk. Nyilván a hordát nem itt akarom át túlélni. A föld alá ásás egy hegy belsejébe, ez mondjuk egy nagyon baráti dolog lenne. Csak az a... Hát azt éjszaka mondjuk meg tudnánk csinálni. Azon gondolkozok, hogy lehet, hogy azt kéne csinálnom. Hogy nekiállni egy ilyen rajtót, és akkor éjszaka megcsinálni a... Sőt, hogy még egy jobb ötletem lenne. Ja, valamit kitaláltam, majd lehet, hogy megvalósítjuk. Na hát itt akkor menjünk föl valahogy. Ezt a kukát még hányszor nézem meg, mi? Jó, na ne fáj, el vagy fáradva, látom, hallom. Mindjárt pihenhetsz. Mai nap az hosszú volt egy kicsit. Na itt akartam, hogy ezeket fel kéne upgrade-elni, gyerekek. Ezt a két tartót. Ugye ez elvileg rátámaszkodik ám azokra. És ez tök jó. Na és akkor itt. Igen, az a baj, hogy följövök, biztos, hogy le fogok előbb-utóbb esni. Na csináljunk néhány... Néhány... building blokkot. Szerintem még egy 20-at csinálhatok. Most lett fám azért 500 valamennyi, az nem olyan rossz ám. Tényleg nem rossz. Várj egy pillanat, hogy itt kijövök. Így. Na ma! Ez az. És még egy külső, még egyet szerintem ki tudok rakni rá. De majd mindjárt kiderül. Fuhú, de jó. Ezt meg kéne gyógyítani. Ó, nagyon jó lesz ez. De figyeljetek, ennél nagyobb ilyen kezdőbázis szerintem rohadtul nem kell. Nem vesztek észre minket a zombik, az egy hálás dolog. És mindjárt még csinálok akkor egy külső részt. És ide szerintem még tudnék. És itt még mindig rátámaszkodna arra, én úgy gondolom, látod? Mert itt konkrétan rá tudtam az előbb, mintha rá tudtam volna rakni. Aha, ide. És akkor ezt is felupgrade-elem. És akkor ez még tartja, érted, a fém tartja. Úgyhogy ezt kihasználjuk, ezt a toronynak az adottságait. Így, és akkor konkrétan az még mindig a fémen támaszkodik. Meg ezen az oldalon is, ugyanúgy. Arra a vasra rakunk rá. Ez az. Hát erről ugye most ráraktam a vasra. Ez az. Ugye? Tök jó. Oké. És akkor még szerintem, hú, ez tök jó, ez nekem nagyon bejött, nekem most ez nagyon bejön, ez hallod? Ez egy cool dolog lett. Figyeljetek, úgy is látjuk, hogyha le akar szakadni, ugye akkor más színnel fogja jelezni. De amíg fehér, addig teljesen jó.
és rakunk egy korlátot körbe, és igazából más nagyon nem is kell nekem, ami nem kell túl gondolni ezt. Úgy. Úgy. Úgy, itt ezt, erre. Itt még azt, ja, még azt a felét, még itt ide is rakhatok egy sort. Megint leszakadok be az, nem tudom minek csinálok ekkora bázist, amikor elég volt az eddigi is szinte. Gyerekek, összedől az egész torony éjszaka előtt, akkor rettenetesen be fogok szívni, azt ugye tudjátok. Ó, elfogyott? Még egy kell. Nem egy kell, várjál, még legalább kell 15. Mert korlát kellene, mert fosok ám, hogy leesek, úgyhogy igazatok van abba. Jó, ezt felupgrade-eljük, és akkor csinálunk körbe egy korlátot, és szerintem akkor megvagyunk, abból az talán elég is lesz ahhoz a fa. Óre, szuper kis izé lett, bunker lett az gyerekek. Nem bunker, tudom, gólyafészek. Hoppa, ezért nem akarom cobblestone-ra, főleg nem a legutolsót. A pont azt szakítta rá le, mert cobblestone-ra akarom. Nem, nyugi. Nagyon kis kellemes, nem? Na most mondjátok, hogy nem az, szerintem rohadt jó lett. Ezt egész jól kitaláltuk. Na, kellene nekem akkor néhány dolog, például kerítés. Kerítés, 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 azt nem tudom mindig hol találok, hol vannak a rácsok, gyerekek. Itt a basicnél? Vagy nem? Nem is a Windowsnál, hol a francban vannak a rácsok? Én ezt mindig annyira elfelejtem, bazza. Talán itt vannak, ugye? Itt van. Kell nekem 4 darab sorok. Oké. Okay. Meg a egyenes rács többi. Aztán meg is vagyunk. Fuhú! Nagyon jó. Kicsit izgulok. Nehogy leszakadjon, de szerintem nem fog. Kell még csinálnom blokkot, hogy kifogjunk, mert akkor meg újra kell keresgélnem ezeket az alkotó elemeket. Jó sötét van egyébként. Be kéne gyújtanom, mindjárt begyújtunk. Mindjárt valamire kíváncsi vagyok egyébként, mert ugye mutatja, hogy mennyire vagy behájdolva. Oké, szuper jó. És hogyha így vagyok, és elrakom... Aha. 43, igen, így kevésbé látnak. Jó, nem baj, szerintem itt fönt amúgy sem vesznek észre. Oké, rakjuk be a Murky Water-t, meg lehet, hogy van itt nekem, nincsen? Nincs. Rakjuk be a Murky Water-t. Ez feltétlenül. Meg nem tudom, hogy a tojás, van egy darab tojásom, meg van itt 3 darab. Ezt mondtátok, hogy amíg nem tudok más csinálni, addig nyugodtan csináljam. Mert, ja igen, csak ahhoz víz kell mindig. Hát ez akkor az nem biztos, hogy annyira gyerő dolog. Várjátok, pakoljunk ki mindent is, jó? Hát ezt pont nem így kellett volna. Várjátok, kipakolok minden olyat, amelyik annyira nem kellene, hogy nálam legyen. Piakaja maradjon. Tojás nem kell. Piakaja maradjon. Kőhoz maradjon. Fa maradjon. Ebből meg már van egy csomó, úgyhogy ennek nagyon tudok örülni. A méz az maradhatna. Ez szerintem most nem kell, hogy nálam legyen. Legendary parts kimehet. Főzőerény nem kell. Ez biztos, hogy maradjon. Ásó az kéne, hogy maradjon. Ez nem kell, mert egyelőre nem fogok vele vinkórni. És ez viszont... Ma nem tudom, mit hol rakjak, gyerekek.
Figyeljetek, akkor ezt elengedjük egyelőre, ezt a bizonyos fegyvert, és akkor mindjárt is rendezem itt a dolgokat. Kedvem szerint. Jó, ez így jó lesz, gyerekek. Szuper. Mi az, ami nem kellhet még ide? Főzőerő nem kell, olaj nem kell. A kaják azok maradjanak nálam, ezt a fákját meg igazából fölöslegesen viszem, mert ez nem kéne. Ezt mondjuk rakjuk le valahova. Mondjuk ide jó leraktam, jó helyre. Nem tudom, ládára? Hát ugye ládára. Hát ez pont arra sikerült. Jó az, nem baj, semmi gond. Most nem azon foglalkozunk, hogy szimetria meg ilyen hülyeségek, ugye? Oké, ezeket mindenképp kéne vinnem magammal, ugye? Sőt, viszont ezeket a kajákat inkább lehet, hogy meg kéne ennem. Lehet, hogy viszek magammal vizet, és akkor így kellene csinálnom. És akkor tényleg csak a vizet szipelem magammal. Na ugye, nekem az egyelőre az is bőven elég lenne. Akkor annyi, hogy még szeretnék kraftolni egy ilyen ládát. És annak mindenképp egy dolog legyen külön, ha más nem is. És ez nem lesz más, mindjárt meg fogjátok látni. Ugye a jobb oldaliban lesznek a különböző kaják és piák. És egyelőre rakjunk ki minden, kaják és piák és kötszerek. Jó? Nézzük ezek biztos, hogy kellenek. Kaják és piák és kötszerek, jó? Ezek fontosak, hogy nekem külön legyenek, hogyha kell. Akkor tudjak hova nyúlni egyből. Ó, vizet azt vagy. Viszont ezt is magunkkal visszük. Jó, egész jól állunk egyébként kajapia kötszerbe. Nem is gondoltam, hogy ennyire jól. Ja, van ez a sörétes, nem szeretem azt a sörétes puskát, gyerekek. Úgyhogy az bocsánat érte. Oké. Okay. Alapanyagok. Így legyenek. Kész dolgok és a kötszerek. Hú, tök sok kötszerem lett, nagyon jó. Oké, ez mehet ide-vissza. És akkor innentől eldöntjük, hogy mit viszünk magunk. A pia az legyen ez. A kaja az legyen ez. Ugye? Más kajám nagyon nincs is. No, hát ez probléma egyébként, hogy mindig kaja problémáink vannak. És akkor itt ezt. Ezt a hármat mindenképp blokkoljuk. Jó. Ezt meg ide rakjuk. Meg ezt ide. Ezt meg ide. És akkor itt szerintem egy jó vagyunk. És ezt is lokkolhatnám. Ez az. Jó, hát muszáj elrendezni valamennyire. Akkor ezeket a kajákat, meg ezeket a fiákat, ezeket visszük magunkkal. Ugye a víz az még jó, mert besztekkelődik ide. Ugye még elkészül az, és akkor tök jó. Oké. Okay. Kb. Jók vagyunk, ugye? Meg kell javítani majd mindent. Ez a pisztolyt, ezt csak szerintem már javítókészlettel tudom. Úgyhogy egy javítókészletet is kéne vinnünk magunkkal. Jó, van kettő piánk. Vannak kaja alapanyagaink. Az a baj, hogy a sonkás tojást még nem tudok csinálni. Javító készletünk, az hány darab volt, gyerekek, és hol a pöcsömbe van? És én vagyok béna, vagy ezt hova tüntette be? Ne azt mondjátok, eladtam, vagy mi van. Hol a javító készletem? Egyébként egy keresés, az mekkora király lenne. Hol a pöcsömbe raktam én javító készletet? Gyerekek! Ja, itt van három. Ezt nem tudom, miért nem veszem észre, és akkor az a baj, hogy ezt is kérem magunkkal vinni. Jó. Nem akarom megjavítani most, mert ugye ez egy kicsit nem lenne nagy üzlet. Ez viszont lehet, hogy leszkreppelem, aztán majd csinálunk helyette másikat. Meg igazából ezt is lekére szkreppelése helyett is kéne csinálni másikat. Nem tudom, igen, van nálam ilyen gyöpp. Jó, oké. Okay. Ebből is ugye már hármasat tudok. Meg akkor valószínűleg az ásóból is hármasat, de... Oké. Okay. Ez így jó. Ezt megjavítjuk. Ezt megjavítjuk. Ehhez pipe kellene majd. És akkor így szerintem egész jó vagyunk.
Csontkésből is lehet, hogy tudnék jobbat, bár az egyelőre szerintem nem a legfontosabb lenne. Nem, csak egy eset, te hülye vagyok. Most scrappeltem le ebbe a pillanatba. Jó, tök jó. Oké, szerintem jók vagyunk, gyerekek. Túléltük a második napot is. Az éjszaka az valószínűleg nem lesz nagy kunszt, mivel annyi, hogy meg kell lapulnunk. És igen, ennyi gyerekek. Bocs, egy kicsit az összeszedetlenségért, meg a sok stresszért, de tényleg törekedek arra, hogy ne rögöljünk meg jól működjön minden, jól sikerüljön. Ez a kalapács, a nap tanulsága szerintem az, hogy ez a kalapács ez még mindig OP. Még mindig vágyok arra, hogy legyen valami jó kis vágószerszám, amivel ugye tudnék esetleg több dimist kiosztani. Az még problémát jelent, hogy nagyon-nagyon kevés a toll, nagyon nem hatékony egyébként ez a bow. Meg kellene néznem, hogy milyen bow-kat tudok csinálni. Mert elvileg külön ugye. Ja, itt meg tudod nézni a túlokat. És meg kell nézni a bókat. Hol van a bó? Harvesting túlok. Igen, abból hármasat tudok, kő dolgokat. Ezeket át kéne mindig nézni, hogy esetleg valamit tudok. Egy kettes ilyet tudnék csinálni, az nem érdekel. Ebből hármas klabot az ugye nem érdekel. A Clive-okkal van ez baj. Mert ugye nagyon magas szintre kell húzni, hogy tudja craftolni. Bízom benne, hogy találni fogunk inkább. Jó, ezt néztük. Ebből már tudok egy négyeset. Viszont úgyhogy akkor ezt le is kellene craftolni. Hogyha lenne hozzá alapanyagunk, kövünk nincsen hozzá. Egyébként megmondom őszintén. Ezt lehet, hogy ez mehet a levesbe. És akkor csináljunk egy négyeset ebből. Meg ez is mehet a levesbe. Jó. És akkor van egy négyesünk, oké. Még ezeket átnézem, érdemes szerintem nap végén mindig átnézni. Bóból sajnos még mindig csak egyeset tudok csinálni. Spear az nem tetszik. Kézi fegyverből tudnék pipe pisztolyt. Nem kell, mert ugye 9 mm-esünk lett. És ugye az egyen jobb, mint a simon pipe. Shotgun nem érdekel. A Rifleből tudnék, ez nagyon-nagyon gyenge ez a fegyver. Nagyon lassan tölt újra. Machine Gunból tudunk ketteset. Tudnánk, jobban mondva. Érdekes, hogy gránátot már tudnánk csinálni. Érdekes, hogy a... Ja, érdekes. Tudnánk. Gránátot. Armorból 4-est tudnánk primitívet. Hát igen. Abból lehet, hogy kellene primitív armort. Tudnék ilyet készíteni. Ja, itt van, írja, hogy miket tudnék készíteni. Főtt kukorica. Seedek. Workstation-ök. Tudnék forge-ot, ugye? A vehicle-ből semmit nem tudok. Jó, oké gyerekek, holnap folytatjuk akkor ezt a sorozatot. Remélem nem fogunk megdögleni. Nyugodtan írjatok tippeket, hogy inkább mit lehetne csinálni. Az íjászat szerintem nem lesz rossz nagyobb szinten. A kalapács egyelőre nagyon effektív. Nem, még mindig várok arra, azért nem akarok elosztani skilleket, mert én megmondom őszintén, hogy milyen irányba mennék. A parkört kellene följebb húzni mindenképpen, hogy ugye ez tök jó, mert ezt mindenképp el kéne tolni maxra. Ugye, mert ettől egyébként kapásból headshot damage-t is ugye növekedik, látod, és akkor az is történik, hogy ugye kézifegyverrel és bow-val és késekkel jobb leszel mindenképp, meg ugye ezt tudjuk állokolni vele, ami ugye sneak attack-ot növel, maximum már 250 damage-el, 250% damage-el. Ez is ugye abból ered. 65%-kal effektívebben tudok hide-olni. 50%-kal kevesebb zajcsapok.
Gyorsabban mozgok Snake-be. És 20 másodperccel hamarabb. 20 másodperccel feladják a keresést az ellenfelek, hogy engem, nem azt, hogy sokáig fognak követni. A parkör az ugye értelemszerű, a deep cuts ugye az kések. Fú, mindent is ad. 50%-a nagyobb damage. Vérezni kezdenek az ellenfelek, nagyobb eséllyel, jól látom. És 20%-kal lassabban futnak az ellenfelek, hogyha véreznek. És hogyha ölünk... Azt értem, hogy mi az a Blow Grants 30 stamina. Hogyha ölünk, akkor 30 staminát visszakapunk? Ez nagyon jó lenne. Egyébként ugye jó lenne elkezdeni ezekre pakolni, mert akkor több olyan fegyvert kapnék. Ezen kívül ő lenne szerintem még, ami ugye késotakok 25%-kal gyorsabban, és ugye kapásból még itt van ráadásul a pisztolyok kategória, ami megint gyakorlatilag az agility-ből csak az agility-t kéne felhúzni, és konkrétan, és meg itt van az archery. Ez a négy nekem kell, a parkour nekem kell, és ez a kettő. Szóval ez tök jó, mert nem kell ugye az attribútorok között annyira szétosztanod a skill pontokat. Úgyhogy, ja, úgyhogy valami ilyesmibe gondolkodunk. Csak hát ugye, igen, még fejlődni kellene rengeteget. Na, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hát nem sokára ugye már reggel is lesz, csak az eső az nem probléma. Egyébként az, hogy el vagyunk kázva, az miért mi dominál? Régebben sokkal inkább számítottak ezek a dolgok, ahogy észrevettem. A régebbi patchekben itt kírja, hogy 40%-ra el vagyunk kázva, és mi történik akkor, gyerekek? Meg itt konkrétan soha nem fázunk, soha nem nincs melegünk ebbe a játékba. Fölveszed a legalapvetőbb armort is, aztán már is jó vagy. Ugye a régebbi verziókban úgy volt megadva, hogy különböző ruhadarabok, különböző hatásokat adtak, mondjuk bőrdzseki, vagy nem tudom, ballonkabát, vagy mi volt bőrdzseki, az ugye hűtött, mondjuk volt olyan ruhadarab, ami inkább melegített. Most már ezt így elhagyták, ez egy kicsit egyszerűsítve lett. Nekem ez annyira nem tetszik, de hát jól van. Na, köszönöm szépen a figyelmet, második napot túléltük. Nem egyszerűen, majdnem sikerült fülbe harapnunk, de küzdünk rendületlenül. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!